32 éve azért vagyunk rabok, mert már a rendszerváltás előtt előkészítettek minden olyan folyamatot és minden olyan rendszert, hogy az egyén, az egyed, az, a cég, akinek nem csókosok a támogatói, azok úgy érezzék, hogy nincs jog, nincs igazság, és bármilyen igazságtalanság éri, végső soron ne legyen ennek következménye. Ha van egy deviza elszámolási kölcsön, akkor tudjuk, hogy alacsonyabb a kamat, kisebb a törlesztő része, ez kifejezetten jó az ügyfélnek. Csak egy mondatot kell hozzátenni, hogy amikor már nem jó, akkor ezt meg kellett volna szüntetni. Ez a varázsszó egyébként. A PSAF csinál egy kiadványt, amiben megpróbálják grafikonon érzékeltetni, hogyha emelkednek a deviza árfolyamok, akkor is maximum mennyi lesz a törlesztő részletük, és ott a legrosszabb elvárás, vagy elvárás a 15% volt abban a táblázatban, oda megy egy egyszerű, normális, nem buta, értelmes polgár, és megnézi azt a kiadványt, akkor azt mondja, hogy jó, hát azért 15%-nyit még tudok tolerálni, mert forint hitelt csak 5-ször annyi kamaton kaphattam volna. Úgy szól az a törvény, hogy amit a kúria meghatározott, hogy tisztességtelen, azt emelik törvényre. Tehát az országgyűlés minden egyes képviselője önállóan nem hajlandó egyetlen egy lépést előre tenni a fogyasztók érdekében. Fölteszik a kezüket és azt mondja, hogy hát majd a bíróság. Amikor a bíróságon tárgyalom, mit mond a bíró, ez társadalmi kérdés, ezt az országgyűlésnek kellene megoldania. Mi a valóság? Mind a kettőnek meg kellene oldani.